A Dériné Kulturális Központ az Akácliget Gyógy és Strandfürdőben rendezte meg az idei Rumi Cup táborát, mely Karca Kupa versennyel zárult. A részletekről Kovácsné Kerekes Katalin klubvezetőt kérdeztük. A második Rummi Klub táborba érkeztek vendégek Budapestről, Egerből, Felsőtárkányból, Kabáról, és a karcagi Rummi Klub csapattagok is itt vannak, akik remélhetőleg szép eredményeket érnek el. Tudás is és szerencse is kell az eredményes játékhoz. Ez a játék, ez a táblás römi játék, vagy römi kab játék a rabló römi kártyajátékhoz hasonló. Kövekkel játszuk, négy színből van a táblán, két-két sorozat, 1-13-ig számozva, és a két joker terceket kell minimálisan kirakni, vagy sorokat, vagy csoportokat. A sorok azonos színű kövekből állnak, és 1-13-ig bármilyen sorrendben lehetnek a számok, de legalább háromnak kell lenni. A másik pedig a csoportok alkotása, ott pedig különböző színűnek, de egyforma értékűnek kell lenni a kártyáknak, például, vagy a köveknek. Például 3-13-assal már lehet egy tercet alkotni, 30-al lehet belépni a játékba, és utána lehet rabolni, összetenni, széthúzni a már lent lévő köveket, és egy perc az egy alkalommal a játékra fordítható idő, gondolkodási és operációs vagy manipulációs idő. A versenyen most iskolások nem voltak, csak felnőttek, de az októberben tervezett harmadik Rummi Cup Karca Kupára már jönnek a fiatalabb gyerekek a nagymamákkal együtt. Az egyik tábor lakó Meridian tornát tartott minden reggel a medence partján. Agócs Zsuzsa vezetésével városismereti sétán vettek részt az érdeklődők, illetve a múzeumot is meglátogatták. Holnapi napon a lombkorona sétányra látogatunk majd el. Első este az mindig az érkezés estéjén szalonnasütés van, és vidám nótázással zártuk a napot. Ezen kívül nagyon szeretik a vendégeink a gyógyfürdő szolgáltatásait. Van, aki reggel egy órás úszással kezdi a napot, ülnek a melegvízbe, a fájó ízületeket gyógyítgatják. Nagyon tetszik nekik az új rendezvényközpont, hogy itt méltó körülmények között tudunk gyakorolni, hiszen két évvel ezelőtt még a füvön sátorban voltunk kint, por volt, meleg volt, itt meg fantasztikus körülmények között lehetünk, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Kulcsár Sándor játékmestert az országos Rummi Cup hálózatról kérdeztük. Büszkén elmondhatom, hogy most már 27 klubban játszanak országszerte. Nagyon sok városban, dominánsan természetesen Budapestben, ahol a második kerületben, negyedik kerületben, ötödik kerületben, 16. kerületben, 14. kerületben, most csak úgy hirtelenjében, ami eszembe jutott. Budapest környékén is, Kerepesen például játszanak, Karcagon, Kabán, 27 klub. A játék sajátossága, a jelmondata, hogy a családot összehozza. Ez egy olyan játék, ami több generációnak ad időtöltési lehetőséget. Mi úgy szoktuk tesztelni, hogy aki már el tud számolni 1-től 15-ig egyesével és 15-től 1-ig visszafelé, az már tud játszani, illetve hát a korosztályt nézem, aki még el tud számolni 1-től 15-ig, az is tud játszani. Nagyon sok olyan játékunk van, ahol 4 generáció is játszik. Karcagon a verseny nagyjai is itt vannak, akik már tényleg sokat nyertek, bár a szakember szerint ez részben tudás alapú játék, de nagyon sok függ attól, hogy aznap ki milyen formában van. Én azt mondanám, hogy a nagyok is itt vannak természetesen, tehát próbálunk minden olyan versenyen megjelenni úgymond a nagyokkal, tehát akik már tényleg sokat nyertek. Bár én azt szoktam mondani, hogy ez részben tudás alapú játék, de nagyon sok függ attól, hogy éppen aznap milyen formában van. Tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy az agy karbantartásával tudjunk foglalkozni. Lehet táncolni, lehet énekelni, lehet rejtvényt fejteni. De ebben a játékban az a gyönyörűség, hogy nincs két egyforma játék. Tehát ahogy a sakkot szokták mondani, hogy az a nagy gondolkodási játék, az egy lexikális játék, ha az ember tud 623 játékot visszaidézni, és akkor annak alapján dönteni, itt nincs ilyen. Tehát itt minden egyes játékban döntéseket kell hozni, mégpedig 10-15 percen keresztül. 2019-ben, amikor még nem volt ez a járványhelyzet, 17 országos versenyen 1051 fő vett részt. Magyarországon egyre népszerűbb ez a játék. 5 éve egy klub, ma 17 van.